Üdvözlöm Önöket, Robi vagyok a Rockwooltól. Ebben a filmben a homlokzati hőszigetelő kőzetgyapott lemezek kiegészítő rögzítéséről, a dübelek felhelyezéséről lesz szó. A ragasztóhabarcs mellett ugyanis dübelekre is nagy szükségünk van. A dübelek elhelyezését 24 órával a felragasztás után kezdhetjük el. Ennyi időre van ugyanis szükség ahhoz, hogy a ragasztó megkössön és megfelelő tapadást biztosítson. Ahogy már korábban is említettem, ha kőzetgyapottal dolgozunk, mindig viseljünk védőfelszerelést, azaz védőkesztyűt, hosszú jó inget és hosszú nadrágot. Tehát nekiállhatunk a munkának. Hogyan kell behelyezni a dübeleket? Első feladatunk a fúrás. Javaslom, hogy fúrás közben mindenképp viseljünk védőszemüveget, ahogy azt én is teszem. A lyukat kifúrtuk, most azt szeretném megmutatni, hogyan kell a lyukat tisztítani. Ezzel a módszerrel érdemes kihúznunk a lyukban lévő port. Ugyanis ha a por bent marad a lyukban, nem megfelelő rögzítést idézhet elő. A lyuk ki van fúrva, belehelyezzük a dűbelünket. A kiválasztott anyag típusától függ, hogy a dűbelt beütjük vagy becsavarjuk. A mi esetünkben beütjük a dűbelt. Most már rögzítettük a lemezt a dübellel. Fontos, hogy a dübelek a rögzítést követően azonos síkban legyenek a hőszigetelő lemezzel. Ha például kijebb vannak, a homlokzaton a dübelek helyén dudorok keletkeznek. Ha viszont a dübelt túl mélyen ütöttük be, akkor ezeken a helyeken jóval vastagabb lesz a ragasztó réteg. Ami sajnos szintén látható lesz majd a homlokzaton. Ugyanis pettyes lesz, mint egy szép katicabogár. Ezt lehetőleg kerüljük el. A dübeleket rögzítettük. Mire kell figyelni ennek során? A Frontrock Max E-lemezekkel dolgozva 20 méteres magasságig egy-egy dübelt kell használni a lemezek sarkainál, és egyet a lemezek közepén. 20 méter feletti magasságú homlokzat esetén egy-egy dübelt használunk a lemezek sarkainál, és kettőt azok közepén. A sarkok rendkívül kritikus helyek. Erre külön szeretném felhívni a figyelmet. A homlokzatok sarkainál valamennyivel több dűbelt javasolt használni, mivel az épületek sarkai vannak leginkább kitéve az időjárás viszontagságainak, elsősorban a szélszívásnak. Ilyen esetekben tehát a lemezek érintkezési helyein elhelyezett dűbeleken kívül ajánlott még középre is elhelyezni egy plusz dűbelt. Ugyanúgy itt is, az ablak mellett körülbelül 10 cm-re helyezünk el dűbelt, amely ideálisan fogja tartani a lemezt az ablaknál.